Szeretettel köszöntöm a megjelent érdeklődőket. A Múzeumok őszi fesztiválja ez évi harmadik rendezvényén. Itt most a Füredi Honismereti Műhely elnevezésű csoportosulásnak lesz egy kis foglalkozása. Műhely keretek között beszélgetünk a történelem fontos eseményeiről. Egy olyan jelenségről fogunk most beszélgetni, illetve először egy előadást meghallgatni, amely világméretű, gazdasági jellegű, társadalmi jellegű kivándorlási hullám Magyarországot, a régi Magyarországot is jellemezte a 19. század végén, a 20. század elején, tehát a magyarországi 20. század elején kivándorlásról lesz most szó, annak jelesül is a Heves megyei, illetve tiszafüredi járási fejleményeiről, abban a reményben, hogy majd egyszer lesz idő, folytatjuk ezt a témát, mert nyilván lesz számtalan utalás arra, hogy később hasonló, bár más indítatású események bekövetkeztek, mondjuk mind a mai nap is bekövetkeznek, vagy ezeknek a megfigyelői, szemlélői, elszenvedélyi, vagy haszonélvezői vagyunk. Tehát ennek a témának van történeti vetülete, és ezt a részt fogja bemutatni régi ismerősünk Szuromi Rita, akit nagy szeretettel köszöntök. Ő helytörténeti kutató újságíró, ezzel a témával is sokat foglalkozok, és most Ritát felkérem akkor, hogy légy szíves, fejtsd ki ezzel kapcsolatos nézeteidet, kutatásaidat. Köszönöm szépen, igazgató, tisztelettel köszöntöm én is Önöket. Ugye a századfordulós kivándorlásról fogunk most egy kicsit beszélgetni. Századfordulós kivándorlás az 1901 és 1910 közti időszakról lesz szó. Na most, hogy mi adja ennek a témának az aktualitását és apropóját? Hát néhány évvel ezelőtt egy hevesi középiskolában 5 éves osztálytalálkozót szerveztek, és az akkor végzett, illetve az akkor visszahívott 24-es osztályrétszámból 12 ember írt vissza, tehát éppen pont 50%, hogy külföldön tartózkodik. Tehát ugye ez egy óriási nagy szám, hogy egy 24-25 éves generációnak épp pont a fele van odakint külföldön. Nem egyedi eset középiskolák tekintetében, hogy ugye érettségi vagy diplomaszerzés után megpróbálnak a fiatalok külföldön elhelyezkedni, vagy külföldön élni. Na most, amikor én ezt hallottam, megpróbáltam a KSH-nál utána nézni annak, hogy vajon van-e valamiféle statisztika arról, hogy a lakosságnak hány százaléka az, aki külföldön próbálkozik munkát vállalni. Na most a KSH ezt nem méri. Nem méri, egyrészt azért, mert ugye nem lehet tudni, hogy kik azok, akik illegális munkavállalók, kik azok, akik csak rövidebb időre mennek ki, kik azok, akik szeretnének családot is alapítani, kik azok, akik időről időre hazajönnek, majd újra szerencsét próbálnak. Tehát gyakorlatilag nincsenek olyan számok, amelyekkel meg tudnánk azt közelíteni, hogy most körülbelül a mai fiataloknak hány százaléka él kint külföldön. De talán, hogyha a századfordulós tendenciákat meglátjuk, akkor azokból közelíteni tudunk ahhoz is, ami a napjainknak a jelensége. Na most ugye a kivándorlás és a migráció az nem egy természetellenes folyamat, bármennyire is összeborzadunk manapság attól, hogyha kivándorlásról, bevándorlásról, migrációról hallunk. Ugye a világon és Európában is mindig vannak térségek, amelyek időről időre túlnépesednek. Avagy valamilyen természeti katasztrófa következtében megszűnik az ottani életfeltétel, természeti katasztrófa van, földrengés van, a földek elvesztik a termőképességüket, egyszerűen túlnépesedés történik. Ilyenkor ugye mindig megindulnak az embereknek a vándorlása. Ez lehet kontinensek közti vándorlás, aminek ugye most vagyunk szemtanúi, lehet országon belül országok közti vándorlás is.
A vándorlás mindig akkor okoz problémát, amikor gazdasági következménnyel, illetve demográfiai következménnyel jár. És ugye ez a századfordulós kivándorlás, ez mind gazdasági, mind demográfiai következményekkel jár. Azért is lett az előadásnak a címe, vagyonszerzési mozgalom volt-e, vagy pedig egy fenyegető demográfiai katasztrófa a századfordulós kivándorlási hullám. Tehát ugye a történelemben látjuk, hogy időről időre megindul az embereknek az áradata, és hát ilyenkor mindig fel kell tenni a kérdést magunkba, hogy mi váltja ezt ki. Na most manapság nem szívesen idézzük, hogy a lét határozza meg a tudatot, de hát ez bizony a történelemben mindig így van. Hogyha az embereknek nincs megélhetése és nincs biztosítva a jövője, kvázi magyarul a megélhetés, akkor ez mindig elindítja az embereket egy olyan irányba, ahol úgy gondolják, hogy találnak termőföldet, találnak munkát, találnak megélhetést. Tehát gyakorlatilag ezek mögött, a migrációs hullámok mögött mindig-mindig az ember létfenntartásának szükségét kell látnunk és keresnünk. Na most közelítsük kicsit ehhez a századfordulós kivándorlási hullámhoz, és nézzük meg azt a történelmi előzményt, ami tulajdonképpen a századfordulós kivándorlási hullámot megelőzte. Ehhez vissza kell mennünk 1848-ig, amikor ugye tudjuk, hogy Magyarországon megtörténik a jobbágy felszabadítás, de hát a jobbágy majd csak az 1860-as években jut földhöz. Ez a földosztása és a jobbágyoknak a földhöz utása egy nagyon-nagyon rosszul sikerült akció volt, hiszen rendszerint ilyen 1-2-3 katasztrális holdas parcellákhoz jutottak az egykori jobbágyok. És hát az a helyzet ugye, hogy tudjuk jól azt, hogy a Földnél minimum a 10 katasztrális hold az, ami a lélektani alsó határt jelenti, hogy még egy család nagyon-nagyon alaphangon meg tudja termelni a szükségleteit. Most ezek az 1-2-3 katasztrális holdi földterületek semmire nem voltak elegendőek. Tehát nem lehetett gépesíteni, nem lehetett modernizálni, nem lehetett hasznot termelni, megélni sem lehetett rajta. Következésképpen az újonnan földhöz jutott réteg az 1860-as, 70-es években szépen elkezdi eladogatni ezeket a területeket, nem tud vele mit kezdeni. És ugye lassacskán megjelenik egy olyan réteg, aki viszont fel tudja vásárolni ezeket az apró parcellákat, gondoljunk csak ugye itt a Porosztó határában levő Réfli birtokra, akik az 5000 katasztrális holdjukat ilyen 2-3-5-10 katasztrális holdanként szedték össze, és ez a század végére egy 5000 katasztrális holdas birtok alakult ki. Ennek a nagyon nagy része mindezek az előző sorba került apró parcellás birtokokból össze. Tehát egyrészt a paraszt hiába várja azt, hogy jobbágyi jogállásból, paraszti jogállásból földtulajdonosként legyen, nem tud mit kezdeni a földterületeivel. Másrészt viszont kialakul egy formálódó nagy és középbirtok, ami ugye majd nyomasztó súllyal nehezedik ezekre a kis gazdaságokra. A másik nagyon érdekes tényező itt a térségünkben, és most ugye többször fogok Heves megyét mondani, ennek az lesz az oka, hogy 1950-ig a tiszafüredi járás és a hozzátartozó települések ugye Heves vármegye részei voltak, tehát azért nem Szolnok megyéről beszélek következetesen, hanem majd Heves megyéről. Tehát Heves megyében van egy nagyon speciális helyzet, ez pedig az egyházi birtoknak az óriási súlya. Tudjuk jól, hogy az egri érsekségnek van egy hatalmas birtoktestje, nagy tája, Maklár, Pusztaszikszó, ugye Pusztaszikszót Füzesabony mellett, itt egy majd 5000 katasztrális holdnyi egyházi birtok épül be, illetve itt a Tisza jobb partján, Kisköre, Tiszanálna, Sarut, Pusztahidvég és Kömlő határával pedig a Szatmári küszpökségnek van egy 4000 katasztrális holdnyi egyházi területe. Na most az egyházi területekkel ugye mindig az a helyzet, hogy nem osztható, nem eladható, nem felparcellázható, nem darabolható. Tehát az egyházi birtok az mindig egyben van. És hiába szeretne valaki pénzhez földhöz jutni, akinek pénze van, hát az egyházi birtokból nyilván nem fog hozzájutni. És közben ugye a századfordulónál meg kialakulnak azok a közép- és nagyméretű birtoktestek, amelyek ugye ennek az új nemesi vagy új birtokosi rétegnek a birtoktestei. Kvázi egy óriási földhiány alakul ki a térségben. És ugye ahol nincs föld, ott bizony nincs megélhetés. Ez egy alapvető probléma. Nem beszélve arról, hogy ugye itt a dualizmus korában, tehát az 1870-es évektől kezdődően ki fog tolódni az átlag életkor, ugye javulnak az egészségügyi feltételek, körorvos már a legtöbb településen van, csecsemőhalandóság még magas, de a születéskor várható élettartam egyre nagyobb lesz, tehát robbanásszerűen nőni fog a lakosság. Olyan mértékig, hogy a századfordulón a monarchiának 42 millió a lélekszáma, és ezen belül Magyarország egy 16 milliós lélekszámmal rendelkezik.
Tehát ugye 16 millióan osztozunk ezen a területen, és várható, hogy ugye a kitolódó élettartam miatt ez a népesség még inkább növekszik. És hát ugye mi kell a népességnek? Föld. Föld pedig nincs, hiszen beszéltünk ugye arról, hogy egyházi birtok, és nagyon-nagyon sokszor bizony a földrajzi tényező is közrejátszik. Majd a táblázatokban látni fogjuk, hogy két gócpontja lesz a Heves megyei kivándorlási hullámnak. Az egyik a Mátárra, a másik pedig de közvetlenül a tiszafüredi járásra koncentrálódik. És ugye, hogyha már egy picit előre szaladva a földrajzi körülményeket előrevetítjük, ugye tudjuk azt, hogy a Mátrában hiába írtják az erdőt, erdőirtással nem lehet múzát termelni. Itt pedig ugye nyilván a Tisza átterem, illetve kicsit tovább menve a Hortobágyi szikesek azok, amelyek lehetetlenné teszik az agrártermelést. Tehát nagyon sokszor azért a földrajzi körülmények is megakadályozzák azt, hogy az emberek földhöz tudjanak jutni. Tehát ugye kialakul egy olyan helyzet, hogy azt kell mondanunk egyrészt az óriási betagozású egyházi birtokok, az új birtokosi réteg által felvásárolt közép, illetve nagy birtok mennyiség, illetve hát a földrajzi tényezők, az a hármas egység, ami után azt mondjuk, hogy 1900 körül már gyakorlatilag nincsenek szabad földterületek, miközben a lakosság egy robbanásszerű növekedésen megy keresztül. És hát ugye eljutottunk az 1900-as évekig, azt egyébként hozzá kell tenni, hogy nem a gazdasági kivándorlók voltak az első kivándorlók az országban, hiszen egy kivándorlásnak, gondoljunk csak bele manapság, ha ugye el akarunk menni munkát keresni, hát minimum az úti költségnek, egy havi megélhetésünknek, szállásunknak, élelmünknek a zsebünkbe kell lenni. Tehát a kivándorlás egy nagyon-nagyon drága dolog volt, már a századfordulón is. Tehát az első kivándorlók nem ezekből a nagyon-nagyon szegény paraszti családokból kerülnek ki, hanem csodálkozni fognak a Kossuth-féle emigránsokból. Tehát ők azok, akik miután ugye kénytelenek elhagyni az országot, Nyugat-Európába, Amerikába találnak munkára, otthonra, hazaküldik az első leveleket, hazaküldik az első pénzeket, és hát az itthon maradottak rájönnek, hogy hát Amerikában a kolbász és kerítésből van, itt lehet élni, itt lehet pénzt keresni, innen lehet hazaküldeni. Tehát ugye az első kivándorló réteg egy politikai emigráció, az igazi gazdasági emigráció, az majd a századfordulón következik. Olyannyira, hogy Magyarországnak ráadásul nem is volt szerencséje ezzel a kivándorláson, hiszen ebben az időszakban az olasz hajótársaságok igencsak rosszul álltak, és elvesztették a utas forgalmukat. És hát ennek lesz az egyik következménye, hogy bizony az olasz hajótársaságoknak is utast kell szerezni. Hát hogy tud az olasz hajótársaság utast szerezni? Úgyhogy Magyarországot megszórja propagandisztikus és agitációs levelekkel, hogy bizony tessék a hajótársaságunkat igénybe venni, olcsón, gyorsan kiszállítjuk Önt Amerikába az ígéret földjére. Tehát nem elég, hogy nincs föld, nem elég, hogy nő az életkor, az olasz hajótársaságoknak is utasra van szüksége, és honnan szerez utast? Ugye a Kárpát-medencéből szépen megszórja az országot, röplapokkal és cédulákkal, és elkezdi szépen kihívogatni őket, hogy olcsón, kényelmesen, gyorsan kivisszük Amerikába. Hát ezt ugye ma már nagyon jól tudjuk, hogy se nem volt olcsó, se nem volt gyors, se nem volt kényelmes. Viszont az országot elöntötték ennek a La Ligure hajótársaságnak a kivándorlása ösztönző levelei. Na most érdekes módon 1901-ben, ugye az ország nyugati határrészén, Sopron környékén már érzik azt, hogy itt baj lesz, ezért 1901-ben a soproni főispán kiad egy körlevelet, és ezt minden egyes vármegyei főispánnak eljuttatja, és bizony felhívja arra a figyelmet, hogy nagyon nagy veszélynek van az ország kitéve, mert bizony, hogyha ez a kivándorlás az tömegesen így folytatódik, itt óriási népességvesztésről lesz szó. És ugye így fogalmaz, sajnos ki kell jelenteni, hogy a népvándorlással a vármegyében is komolyan kell foglalkozni, holott a tiszta magyar vidéken eddig szó sem volt a betegségről, csak a nemzetiségi vidékeket érintette, tehát ugye Felvidék és Erdélyre célozik. Amerikában a földműves télen napi 8 koronát, nyáron 12-14 koronát keres. Óriási a különbség a hazai viszonyokhoz képest. A kivándoroltak közül a munkához jutottak napi 10 koronát, de van olyan is, aki 20 koronát is keres.
Hatalmas különbségek vannak e között. Magyarországon ebben az időszakban egy földműves 1-2 koronát keresett. Tehát majd gyakorlatilag 10-szeres jövedelmet tudott Amerikában megszerezni. Tehát ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy itt már lehet látni, hogy a nagyon-nagyon jó jövedelmi viszonyok bajt fognak jelenteni. Hát sajnos senki sem hallgatta meg a Sopron vármegyei Istvánt. És a kivándorlás az 1901-től 1906-ig egy robbanásszerű tendenciát mutat. Most, hogyha ránézzünk az első statisztikákra, láthatjuk, hogy ugye a tiszafüredi járás egy kicsit vastagabban van szerben. Kezdem az alsó táblázatban. Ugye mindig különbség van a kért útlevél, a kiadott útlevél és a ténylegesen kivándoroltaknak a lélekszáma között. Hiszen útlevelet kérhetünk, maximum be kell fizetni az illetéket, nem muszáj felhasználni. Van, aki megkapja az útlevelet, de nem tud kivándorolni, mert hogy ugye rájön arra, hogy nincs annyi pénze, családját nem tudja kirehagyni, mégis meggondolja magát. Tehát ugye a kérés, az útlevél megkapása, illetve a tényleges kivándorlás között azért nagyon nagy különbségek vannak. Ugye itt is látjuk, hogy például 1902-ben 817 útlevelet adnak ki, de csak 567 tényleges kivándorlás van, tehát hogy nagyjából, ha végignéltük ezeket a számadatokat, azt láthatjuk, hogy körülbelül az útlevél kérőknek a fele tudott ennek az útnak nekivágni. Most ugye, hogy miért? Hát alapvetően azért, mert ez rendkívül drága mulatság volt. Sokszor el kellett zálogosítani a házat, hitelt kellett felvenni a földre. Hozzáteszem azt is, hogy ugye, amikor a jobbágyi birtok átment paraszti birtokba, akkor ugye ott volt ez a bizonyos örökváltság intézmény, amikor gyakorlatilag volt olyan, aki 50 éven keresztül fizette a földjét ahhoz, hogy ténylegesen a föld az övé legyen. Tehát volt, aki még a megváltásnak az összegét sem tudta kifizetni, és plusz újabb és újabb hitellel volt kénytelen terhelni a saját már eladósodó birtokát, annak érdekében, hogy annyi pénzhez jusson, ki tudjon menni Amerikába. Tehát ez egy rendkívül drága volt. Ugye itt láthatjuk azt, hogy tehát tulajdonképpen az útlevélre kérőknek a fele volt az, aki valóban szerencsést is próbált az új világban. Na most 1901-től következő 10 éven keresztül minden évben foglalkoznak az alispáni jelentések a kivándoroltak számával, illetve a kivándorlás jelenségével, hiszen ez egy rendkívül súlyos helyzetet jelentett a vármegyékre, így Heves vármegyére is. Ha megnézzük a járási statisztikákat, ugye ott azt látjuk, hogy a legalacsonyabb kivándorlás az egri, illetve a 60 és a gyöngyösi járást érinti. Gyakorlatilag még a csúcsidőszakban is 300-as, illetve a 60-i járásból 70 alatt marad a kivándoroltaknak a száma. Na most nagyon érdekes az ok, hogy miért. Ebben az időszakban Gyöngyös és 60 térségében már ott a vasút. És aki nem tud elhelyezkedni a mezőgazdaságban, nem tud helyben munkát találni, felül a vonatra, felmegy Pestre, és hát ugye Budapesten vagy a beáll cserépnek, vagy a gyáriparban megpróbál elhelyezkedni. Tehát a főváros közelsége, illetve a vasút azt a lehetőség, már ott jelentett egy ilyen ingázási lehetőséget, amivel naponta vagy hetente fel tudott járni. Na most ez ugye nem volt meg a Pétervásárai térségben, és nem volt itt meg a tiszafüredi térségben. Tehát ugye innen Tiszafüred térségéből feljutni Budapestre, Debrecenbe hiába, mert nem egy iparosodott terület. Itt egyetlen egy dolog maradt, a föld. Most, ha megnézzük a két kimagasló és kiugró járását a megyében, ez a péterkei és a tiszafüredi járás. Ugye Pétervásárnál látjuk, hogy van olyan év, amikor az ezred is meghaladja a kivándoroltak száma. Itt elsősorban ugye Bodonyra, Parádra, Recskre kell gondolnunk. Na most, mi volt itt ezzel a térséggel a helyzet? Hát ez a Péterkei térsége az volt a helyzet, hogy ugye benne vagyunk a Mátra sűrűjében, egy palócvidéken. Ugye a palócvidék az a vidék, ahol tipikusan nagy családok vannak, nagyon gyakori a 10-11-12 gyerekes családmodell. Előfordul, hogy az anyuka még szül, amikor már a legnagyobb lány is szül. Tehát ugye nagy családmodellek vannak, és hát ott van a Mátra, mint erdőség. Hiába írtja, hiába próbál újabb területeket, ott nem terem búza, ott nem terem kukorica, maximum burgonya.
Tehát földrajzilag van, a térség annyira behatárolva, hogy ezeknél a 10-11-12 gyerekes családmodelleknél előbb-utóbb rákényszerül arra, hogy a gyerekek egy bizonyos része elhagyja azt a térséget, mert kvázi nincs megélhetés. És hát itt van nekünk a másik kiugró térségünk, ez ugye a tiszafüredi járás. Mi itt a helyzet? Ott a túloldalon a hatalmas szatmári püspökségi birtok, ugye ez Kiskörétől Tiszanánán keresztül Sarudig Kömlő határával beékelődött ez a hatalmas birtoktest. Itt van a Tisza és az Ájtere, ami ugye művelésre megint nem alkalmas, illetve ha tovább megyünk, akkor ugye itt van a Holtobágyi szikes, amit megint nem nagyon kellene feltörni, mert úgysem foglalta semmi sem teremni. De hát megint van egy olyan fajta földrajzi környezet, hogy hiába nő a népesség, nem tud földhöz jutni. És akkor ugye nincs föld és nincs megélhetés, onnan bizony menni kell. Most a vármegyei jelentésekből nagyon szépen lehet követni azt, hogy gondolkodnak a vármegyei vezetők, hogy hát mi ennek az oka. És hát ugye itt a Heves vármegyei alispán nagyon szépen megfogalmazza azt, hogy szerintük abban az időben mi vezetett ide. Azt mondja, a feudalizmusban a földesúr és a jobbágyai nagy családot alkotott. Ennek az állapotnak a megszűnte után a pór elvesztette a lába alól a talajt. A földesúr helyett munkaadó, a rész helyett bér következett. A paraszt jogot kapott arra, hogy földet szerezzen, de pénze nem volt hozzá, a munkabér pedig csak megélhetése volt elég. A hitel pedig tőle elvitte a megörökölt vagyont is. Tehát itt ugye gyakorlatilag magyarul fogalmazva arról van szó, hogy ez a réteg nem volt képes átmenni a feudalista termelésből a kapitalista termelésbe, piaci körülmények között ezek az eladósodott kisbirtokok életképtelenek voltak. Minden évben leírják, és hiába, hogy minden évben leírják, egyetlen egy évben sem történik intézkedés, hogy az elvándorlás legeslegnagyobb kiváltó oka a földéség. Ezt ezerszer elmondják, ezerszer leírják, kvázi nem történik benne semmi. És hát ugye ekkor már számolnak a következményekkel is. Na most az egyik legfontosabb következmény, ugye mi már ezt nehezen tudjuk megérteni, mert eltelt 100 év, hát úgy fogalmaznak, hogy a magyar egy agrárnemzet, és ezen belül az agrárnemzeten belül a paraszt az a nemzet megtartó ereje. Mert ugye ő őrzi nyelvében a magyar nyelvet, ő őrzi a hagyományokat, ő őrzi a népszokásokat, ő őrzi a tradíciókat. Ha ez a nemzet megtartó erő, a parasztság elhagyja az országot, akkor bizony itt óriási tradícióvesztéssel lehet számolni. És ez ugye nagyon-nagyon igaz gondolat, hiszen nem a felső 10 000 az elit volt az, aki a nyelvet, a hagyományt, a népviseletet, a népi ételeket őrizte, hanem maga a parasztság. És pont ez a nemzet megtartó tradicionális erő került veszélybe azáltal, hogy ugye azt mondjuk, hogy őket érinti legsúlyosabban a földhiány. Várható következménynek veszik azt is, hogy bizony, hogyha az emberek kimennek az új világba, ott egy kicsit szervezettebb a munkás mozgalom és a sztrájk mozgalom, mint Magyarországon, tehát lehet, hogy majd Amerikában ebben a szép új világban megismerik a sztrájkjogot, munkabeszüntetést, bérkövetelést. Ezek az emberek hazajönnek, mit fognak csinálni? Sztrájkolnak, mert munkabért követelnek, tehát ez kvázi nem kéne, hogy bejön az országba. Van egy másik nagyon-nagyon reális veszélyes. Azt mondják, hogy ezek az emberek felvilágosult gondolkodással fognak bírni, hiszen Amerikában technikai találmányok vannak, Magyarországon nem nagyon vannak, ugye Magyarországon a századfordulón még a nagybirtok sem nagyon gépesített. Nyelvet beszélnek, politikai érdeklődésük lesz, ez se kéne az országban. Tehát azért ugye látják ők világosan azt a veszélyt, hogy azért itt az amerikai eszmék szépen beszivárognak, nem biztos, hogy jó lesz ez az országnak. És hát ami a következő nagyon-nagyon súlyos veszély, hogy ezek az emberek borzasztó nehéz munkakörülmények között dolgoznak itt. Hiszen gondoljunk bele, hogy nyelv nélkül, nyelvtudás nélkül, szaktudás nélkül mit csinálnak? Építőiparban dolgoznak, bányában dolgoznak, útépítésen dolgoznak. Most ezeknek az embereknek a fizikai ereje, egészsége maximálisan ki lesz aknázva, hiszen mindenki hajt, mint az őrült, hogy minél több pénzt tudjon hazaküldeni. Következésképpen előbb-utóbb emberi roncsok fognak hazajönni, akik csak terhelik tovább az egészségügyi ellátást, a munkaképteleneknek a rétegét. Tehát lehet, hogy pénzt küld haza, de viszont miután hazaér, már kvázi használhatatlan lesz mindenre. Ennek lesz a következménye,
hogy hát ugye megfogalmazódnak itt a kispári jelentésekben, hogy hát bizony az a nagy-nagy veszély, hogy lehet, hogy pénz megérkezik, de maga az ember már munkaképtelenül fog hazaérni, és van itt elég munkaképtelen ember, ne gyarkítsuk tovább. Úgyhogy ezeket évről évre szépen megfogalmazzák, nagyon reális, nagyon reálisan látják azokat a lehetőségeket, hogy mi fog következni. És érdekes módon 5 év alatt egyetlen egy megoldási javaslat fogalmazódik meg a vármegye részéről. Ez az egyetlen egy megoldási javaslat pedig úgy hangzik, hogy az eladóvá váló közép- és nagybirtokokat állami tulajdonnál kell tenni, és ezt az állami tulajdont tartós bérletbe kell adni a parasztnak. Tehát nem megvetetni vele, mert az amúgyis eladósodott föld még tovább, tehát az amúgyis eladósodott paraszti családi birtok még tovább fog terhelődni. Egy dolgot lehet vele csinálni, állami tulajdonba tartani és kiadni tartós bérletbe. Ezzel gyakorlatilag ad neki egy munkalehetőséget, érdekelté teszi, de a megváltással nem fogja tovább terhelni a családi kasszáját. Ez ugye egy nagyon okos és nagyon jó ötlet, nem történik semmi. Annyi viszont mégis történik, hogy amíg itt a vármegyei politikusaink és vezetőink fundálkodnak, hogy hogy lehetne ezt a kivándorlást megállítani, megérkeznek az első postatakarékszelvények. Na most ezeken a postatakarékszelvényeken bizony nem kis összeg van. A csúcsévben, ugye látjuk, hogy a csúcsév az 1906-os év, amikor a legtöbben dolgoznak és tartózkodnak kint, 800 ezer koronát küldenek haza a Heves-megyei kivándorlók. Összehasonlításként ebben az időszakban a Sarudi Általános Iskola 100 ezer koronából épült. Tehát 8 darab általános iskolának az árát keresték meg a Heves megyében kint dolgozók. Ugye a Sarudi Általános Iskola egy hatalmas nagy emeletes épületről van szó. 8 általános iskolárát egy vármegyei kint dolgozók, ez nagyon-nagyon nagy pénz. És hát ugye ez gerjesztőleg fog hatni az emberekre, hogy hát ennyi pénzt haza lehet küldeni, akkor gyerünk kifelé. Tehát ugye 1906-tól várható lenne, hogy még nagyobb felfutása lesz a kivándorlásnak, de, és ugye milyen érdekes a történelem, nem a magyar politikusok állítják meg a kivándorlási hullámot, hanem annyi történik, hogy az Egyesült Államokban jön egy gazdasági válság, leszállítják a munkaidőt, leszállítják a munkabért, és hát maguk az amerikaiak is egyre kevesebbet keresnek, kvázi a vendégmunkás szintén. És hát ez a gazdasági recesszió, amit ugye furkosbot politika néven szoktak Amerikában ismertetni, ez a gazdasági recesszió állítja meg a magyarországi kivándorlási hullámot. És akkor ugye feltehetnénk itt a kérdést, hogy ha nincs ez a gazdasági recesszió, akkor vajon meddig és meddig folytatódik a Magyarországról való kivándorlás? És ugye már itt látjuk az 1907 után következő adatokat, ugye Tiszafüredi járásokra nézzük, akkor itt drasztikusan csökkent 300, 200, 200, 100, tehát évről évre csökkent, hiszen Amerikában sincs már meg az a munkaerőpiac, ami ezeket az embereket fogadná. De közben egy újabb nem várt jelenséggel kell számolnunk, ez pedig a nőknek és a gyermekeknek a kivándorlása. Igen, itt látjuk fel. Ha egy férfi kimegy külföldre dolgozni, akkor joggal mondjuk azt, hogy pénzt akar keresni, és családját itt hagyja, majd küldi szépen haza a pénzt. Ha a feleséget kiviteti, ott már baj van. Ugye? Ugye azt mondja, hogy akkor már nem biztos, hogy az asszony nélkül akar élni, nem biztos, hogy haza akar jönni. És ugye látjuk azt, hogy 1907-ben már 9%-át viszik ki a nőknek, 1980-ban 13%-át, 18-14%, 1911-ben 43%-a az, aki a női kiutasztató. Ez azt jelenti, hogy ezek a férfiak már nem fognak többet hazatérni. Ugye ahol megy az asszony, megy a gyerek, ott már többet vissza nem jönnek. Eleinte ezt úgy magyarázzák meg, hogy hát azért kell az asszonynak is kimenni, mert tehát a női munkaerő nagyon keresett, több pénzt tudunk keresni, hamarabb haza tudunk jönni. Nem igaz, ugye ahol megy az asszony, megy a gyerek, ott már tartós kitelepedésről van szó. És ugye, hogyha nézzük ezeket a számadatokat, itt látjuk, hogy 907-ben még csak 9%. Tehát ezek az emberek még gyűjtik a vagyonukat, próbálják az egzisztenciájukat megteremteni. Akik már 1911-ben, 12-ben viszik ki a családot, ez már azt jelenti, hogy kész, konkrét, konkrétan kialakult egzisztencia van, tehát ezekkel az emberekkel már nem tudunk számolni.
És ugye mindig ott következik a veszély, hogyha a család elmegy, arra a családdal többet nem számolhatunk. Most nagyon érdekes, hogyha megvizsgáljuk ugye a kivándoroltaknak az életkori összetételét, hát soha nem a nyugdíjhoz közeli réteg fog kivándorolni, meg soha nem a gyerek, hanem mindig ugye az aktív, felnőtt, és nagyon-nagyon fontos, hogy nemzőképes korú férfi fogja elhagyni az országot. Ez azért borzasztó nagy baj, és azért hangsúlyozom azt, hogy nemzőképes korú, mert ebben az időszakban, ha 4 gyerekkel számolunk, a 4 gyereknek 4 unokájával, és akkor ugye szépen egy 3 generáció alatt kijön egy ilyen 20-as, 30-as szám, amit majd lakosságban elvesztünk. Tehát majd a végén látjuk a kivándoroltak és visszatértek számarányát, nem az lesz nagyon nagy, aki kint marad, hanem 2-3 generációval később az a lélekszám, amit elveszítünk. És ez ugye ott válik veszélyessé, hogyha hozzátesszük azt, hogy a 20. században van nekünk egy első világháborunk, férfi lakosság pusztul, második világháború férfi lakosság pusztul, 56-os kivándorlási hullám, főleg a férfi lakosság megy el. Plusz hozzátesszük a kivándorolt férfiakat, ha most ezt a 20. századra vetítve össze tudnánk számolni és össze tudnánk szorozni, akkor bizony ugye feltetnénk a kérdést, hogy hány millióan is lennénk most itt Magyarországon, hogyha nincs ez a férfi lakos veszteség. És ugye nem konkrétan egy-egy férfit kell nézni, hanem majd azokat az utódokat, akik nem születnek meg. Na most ugye itt jeleztem, hogy hát van egy nagy-nagy határ, ez az 1906-os év, amikor Amerika leállítja a bevándorlásokat, illetve ha be is vándorol, de nem talál munkát. És hát nagyon érdekes, hogy a vármegye elkezdi vizsgálni azt, hogy akik vajon visszatértek Magyarországra, azokon milyen változást tapasztalnak. Hát az elsődleges változás az, hogy bizony, aki nem tudott írni és olvasni, az az új világban megtanult írni és olvasni. Tehát azért az emberek tudatilag, műveltségileg rá lettek arra kényszerítve, hogy írjanak, olvassanak, még ha Magyarországon erre nem is volt lehetőségük, vagy nem volt rá szükség. Fogékonyak lesznek például a technikai találmányok és a technikai újdonságok iránt, tehát elkezdik mondani, hogy Amerikában már gépesített, milyen magas színvonalon dolgozik, tehát meglátja és kritikával látja meg a magyarországi helyzetet. És hát illetve van egy olyan szűk réteg, aki bizony mindenhol elégedetlen, ez nyilván Amerikában sem találta meg a maga számítását. Itthon is inkább a sztrájk mozgalom és az agrárszociális mozgalmak irányába. Tehát aki ugye ez a keserű réteg, akinek ott se jött be a számítása, itthon is kritikával él. De viszont nagyon-nagyon pozitív, hogy az a pluszos, pozitív közeg, az a kivándorló magyar paraszti rétegre is egy pozitív hatást tett, hiszen ugye ír, olvas, technikai út iránt érdeklődik, elmegy moziba, megismeri a gépkocsit, megismeri a gépesítettséget. Tehát szellemileg is egyfajta haladást fognak nála megfigyelni. Na most ugye mi történik Magyarországon? Hát haladunk az első világháború felé sajnos, ezt akkor még ugye nem tudhattuk. 1910-ben már elég háborús, háború közeli helyzet van. Hoznak egy olyan törvényt, Rohamudok 2-t, ami tulajdonképpen teljes egészében véget vett a magyarországi kivándorlási hullámnak, és ezt már mind a háború árnyékába hozták meg. Az egyik törvény az úgy szól, hogy útlevelet csak az kaphat, tehát az a olyan katonakorú férfi, aki a családi vagyonnak a 10%-át óvadék ellenében leteszi, ami gyakorlatilag 100 vagy 1000 korona közti összeg, de minimum a családi vagyon 10%-a. Na most, hogyha belegondolunk, hogyha valamelyikünk gyereke szeretne kimenni külföldre, és azt mondják, hogy a családi vagyon 10%-át tegyék le óvadékként, lehet, hogy nagyon sokan szívnák a fogukat, hogy ez nem fog menni. Ez egy olyan óriási teher volt, hogy ezzel kvázi meg is akadályozták ennek a férfi rétegnek a kivándorlását. A másik törvény pedig úgy szólt, hogy kiskorú, illetve magát ellátni képtelen állapotú idős ember nem hagyható itthon felügyelet nélkül. Tehát ezeknek mind biztosítani kellett a szociális ellátását. Magyarul az állam azt mondta, hogy ne hagyd rám a idős rokonodat meg a gyerekedet, hanem gondoskodj róla, akkor kimehetsz, különben az állam nem fogja ellátni az itt hagyott felekutyodat. És bizony ahhoz, hogy valaki mondjuk a munkaképtelen szülő, ugye nincs nyugdíjrendszer, nincs biztosítás, ennek az ellátását, vagy az itthon hagyott nagyon-nagyon sok kiskorú gyereknek az élelmezését, ruházatát, iskolázatát kifizesse, ez szintén egy akkora anyagi terhet jelentett volna, hogy ez a két törvény, tehát a katonakorúaknak az óvadék letétele, illetve a kiskorú és az időskorúaknak az ellátási kötelezettsége, ez tulajdonképpen végérvényesen bezárja a kaput a kivándorlás előtt.
De ugye ne felejtsük el, hogy ott vagyunk az első világháborúnak az árnyékában. Tehát ezek már mind-mind a későbbi frontra szánt lakosoknak az itthontartását célozzák ezek az adatok. Na most ugye, hogyha megnézzük a járásonkénti kimutatást, hogy 1911-ig, és ezzel tulajdonképpen le is zárul ez a kivándorlási hullám, hányan jártak Amerikában és hányan tértek vissza? Ugye itt a füredi járás érdekes nekünk. Hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy 1372-en jártak Amerikában, 600-an hazajöttek, kvázi 50% az, aki szerencsét próbál, fele hazajött. Ez ugye összességében önmagában nem egy olyan rossz arány. Ha a településekként nézzük meg, itt ugye Heves vármegye települései vannak feltüntetve, Sarud a második helyen áll, ugye az egyik legnagyobb kivándorló Heves megyében, és ott látjuk ugye Recsket, Bodonyt, Sirokot, Pétervásárát, az a bizonyos Pétervásárai járás, amit ugye említettük, hogy nagyon-nagyon fontos, illetve a közvetlen térségünkből itt Sarud, Tiszanána, Kömlő, Poroszló vezetnek a kivándorlásban. Ugye egyházi birtok, Tisza közelsége, hatalmas, beépülő, világi földbirtoktestek. Tehát ugye látjuk, hogy például Poroszlóról 256-an mentek ki, és 116 ember. Na most a 116 ember beszorozzuk mondjuk 4-jel, az már ugye egy 400-as lélekveszteség, az beszorozzuk újabb 4-jel. Ugye ott tartunk, hogy fel lehetne tenni magukban kérdést, hogy mennyi is lenne most Poroszlónak a lélekszáma, ha azt a 116-ot itt tartja. És ezt ugye minden egyes település esetében nyugodtan fel tudnánk tenni. Itt van nekünk a legérdekesebb alsó táblázatot mondom, közvetlen a Tiszafüredi járásnak a települései. Ugye, ahol a legnagyobb, tehát nyilván ez ugye a lélekszámot látjuk, 9500 fős Tiszafüred városa, 27 ember feszítette, nem egy borzasztó nagy összeg. Ugye Nagy Iványról nem maradtak kint külföldön, Tiszaigar 3 ember feszítette, Tiszaszőlős 4 ember feszítette, tehát nem egy rettenetesen nagy számok itt Tiszafüred térségében. Viszont itt a közelben van még nekünk egy nagyon érdekes településünk, hogy úgy hívják, hogy Ürvőinc falva, kvázi Tiszahalász. Ugye tudjuk, hogy ez az a település, amit 1876-ban elmos az árvíz, áttelepítik Ürvőinc falvára. Na most ebből az icipici faluból 411 lélekből 26 hagyja el Ürvőinc falvát. Ez már ugye egy óriási szám. Tudjuk azt, hogy rossz helyre telepítették őket, mocsaras, ingományos, nagyon rossz területen van Ürvőinc falva, elvesztették az előző faluhelyüket. Tehát itt például már egy óriási ugrásszerű növekedés, ugye 411 emberből 26 maradt külföldön, tehát ez sok. Magát a Tiszafüredi és környező településeket nézve nem egy nagy számadattal van dolgunk, de, és még egyszer hangsúlyozom, ha hozzátesszük az első világháborús, második világháborús, 56-os kivándorlási veszteségeket, az már bizony egy olyan fajta mennyiségű férfi lakosságot érint, aminek már ugye vannak gazdasági, illetve demográfiai következményei. Ugye érdekes módon a családi kapcsolatok és a történelmi emlékezet az hosszú-hosszú időn keresztül mindig megőrződik, és hát az 50-es években, mikor itt a nagy diktatúra, illetve a megtorlás időszakában volt egy mondás, miszerint minden egyes embernek van egy amerikai magyar rokona. És hát ez bizony lehet, hogy így is volt. Konkrét példát saját családi történetből tudok mondani. Nekem ugye a dédszüleim sarudiak voltak, 11-en voltak testvérek, és hát a két legidősebb kivándorolt Amerikába. És hát ugye 1900-as évek legelején van a kivándorlás, és hát 56 után érkezett nagyanyámnak, Tiszanánára egy amerikás csomag. A kint élő rokonnak a leszármazottjától, aki már nem tudott magyarul, de még tudta, hogy Tiszanánában a rokon, és jött az amerikás csomag. Hát nagyanyám összeszedte az összes pénzt, ami még a házban volt, ugye ezeket a csomagokat rettenetesen sokba került kiváltani. Elment a postára, kiváltotta az amerikás csomagot, volt benne neccalisnya és tűzszoknya. Hát anyám azt mondta, amikor jött a következő amerikás csomag, hogy egye meg a fenne a tűzszoknyát, meg a neccalisnyát, neki a gyerekeket kell élelmezni, ő nem szedi ezért össze a pénzt, úgyhogy ott hagytuk a postán a amerikai kapcsolatainkat, hogy ott ugye 50 év múlva az ember néha felkelt, Isten, de van egy amerikai nagybácsi, de hát nekünk ott maradtak a kapcsolataink.
Tehát ugye ezzel csak azt akarom mondani, hogy 50 év távlatából azért még a kivándoroltak tartották a magyarországi rokonokkal kapcsolatot, és még 56 után azért érkeztek bizonyos csomagok, ami hát igencsak drága volt, és nem a magyar életszínvonalhoz mért. Napjainkban is lehet felfedezni még icipici kis emlékeket a századfordulós kivándorlásról, hogyha valaki esetleg Kömrőközségbe jár, akkor a templom két oldalánál látunk egy-egy keresztet, amire az van odaírva, hogy hálából az Amerikában munkára és otthonra találtak adományaiból. Illetve hát Csaludon is van a templom előtt egy kereszt, ma már nem olvasható a felirata, mert néhány évvel ezelőtt lekopott, de amikor én ezt a keresztet felfedeztem, akkor még lehetett olvasni, hogy ez is egy amerikás magyar kereszt. Illetve hát a Tiszaörvényi templomban is van egy olvasó, egy csontból készült olvasó, amit Agócs Imrénél küldött haza. Tehát ilyen apró picikis egyházi jelképeket, kegytárgyakat még 100 év múlva is találunk a térségben, amik ugye a 100 évvel ezelőtti kivándorlásnak a nyomai. És hát ugye, ha már rokont nem is tudunk felelni, de azért ezekre a pici-pici kis emlékekre még azért érdemes figyelni. És ugye azzal kezdtem az előadásomat, hogy manapság nem tudjuk azt, hogy hányan dolgoznak kint külföldön. Ezt a századfordulón sem tudták. Voltak olyan becslések, akik azt mondták, hogy a kivándorlás egy 1,8 milliós lakosságot érintett. Ez ugye borzasztó nagy szám lenne, ez a népességnek a 10%-a. Tehát ez azért egy kicsit túlzónak hat. Ami ebben az esetben számunkra egy támpontot és segítséget adhat, hogy az 1920. évi statisztikai évkönyv már településről településre vizsgálja a kint maradottak számát, és ugye az azt jelenti, hogy aki 1920-ra nem jött haza, ott volt az első világháború. Magyarországban vagonokban élnek az emberek, egész Európa lángokban állt, óriás az emberveszteség. Tehát aki az első világháborúig nem tért haza, az 1920 után már biztos, hogy nem fog. Tehát a 1920. évnek a KSH-s adatai alapján mondhatjuk azt, hogy kb. 600 ezer embert veszítettünk el véglegesen. Tehát ez a kivándorlásnak a mértéke. Kezdjük el szépen beszorozni a 600-at, majd 1-2-3 generációval. Tehát ugye ilyen mértékű emberveszteségünk volt, és hát hogyha körülbelül ezt elvetítjük a mai adatokra, akkor azért manapság is számíthatunk arra, hogy azért ez egy olyan 2-2,5%-os népességvesztést jelentett annak idején, ugye az akkori számokhoz képest, hát körülbelül ugye most is számíthatunk arra, hogy azért a fiatal lakosságnak egy nagyon nagy részét fogjuk elveszíteni. És hát ugye az előadás címe az volt, és azzal kezdtük, hogy nemzeti katasztrófa, vagy pedig egy pénzszerzési mozgalom volt ez a kivándorlási hullám, ami 10 éven keresztül tartott. Nyugodtan mondhatjuk, minden kivándorlási hullám mögött ott a pénzszerzés, a megélhetésnek a vágya, és minden kivándorlási hullám mögött ott van a nemzeti katasztrófának a réme, hiszen azokat a fiatalokat fogjuk elveszíteni, akiknek majd később 10-20-50 év múlva az ország népességének fenntartásáról és további gyarapodásáról kellene gondoskodni. Tehát lehet, hogy ma azt mondjuk, hogy ugye 100 évvel ezelőtt volt, régen volt, vagy is volt. Hiszem és vallom, minden politikusnak nagyon jó lenne ismerni a történelmet, hiszen a történelemben mindennek ott van az előzménye, és mindennek ott van a következménye, csak olvasni kell tudni a sorok között. Én köszönöm szépen önöknek a figyelmet, és mielőtt visszaadnám igazgató úrnak a szót, még annyit szeretnék elmondani, hogy tudom, hogy igazgató úr most már nagyon-nagyon készül a nyugdíjas éveire, és én szeretném önnek megköszönni neked a helytörténeti munkához való szakmai hozzáállásodat, azt a pozitív segítséget és hozzáállást, amivel végül is a helytörténeti kutatókat segítetted és támogattad. És hát mivel ebben a formában mi most így utoljára találkozunk, én nagyon kellemes, békés, nyugodt, nyugdíjas éveket kívánok neked és családodnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, de ne szaladjunk ennyire előre. Egyfelől ne ünnepeljük még a nyugdíjba vonulásomat. Másrészt, de nagyon kedves tőled, hogy ezt így felveted, valóban óriási készülésben vagyok, de azt javaslom, hogy előtte még birkozzunk ezzel a témával. Ugyanis ebben a rökke 45-50 percben olyan sok érdekes dolgot vetettél fel, hogy
Egyfelől nagyon remélem, hogy a hivatalos szervek nem figyelnek és ötleteket nem mert találnak, például ami mondjuk a kivándorlás korlátozását illetően rendkívül veszélyes gondolatokat hallottunk. Noha ez egy kétségtelen tény. Ott vannak a történelemben, de maradjunk egyelőre talán annál a fő kérdésnél, hogy azt mondja, hogy nemzeti katasztrófa vagy megélhetés, mert hogy ahogy hallgattam, a 35 perc után egyre inkább vidámabb lettem, mert a párhuzamok rendkívüli módon sorjáztak napjainkkal a párhuzamok, hogy lám-lám, mit kell csinálni az állami földekkel A variációban, és mit B-vel, és mit csinálnak C variációban. Tehát igen, nyugodtan lehet csinálni sok mindent, a következményekkel majd számolni kell nemzeti szinten is, és családi, települési szinten. De inkább azt szeretném megkérdezni tőled, Rita, hogy ezek a számok, amelyeket te bemondtál, vagy bemutattál, ezek útlevélkérelmek, vagy emögött ez már teljes szám, tehát mondjuk amikor a tiszafüredi 27 megjelen, az 27 füredi, vagy 27 útlevélkérelem. Az már ugye, amire most kérdezel, az már ugye a teljes szám. Akik nem tért haza. Benne vannak a gyerekek is, mondjuk, hogyha egy családostól ment ki, csak azt szeretnék, volt egy 27-es füredi, menjed a füredihez vissza? Tehát, igen. Ott van a füredi, külföldön van, igen. Tehát, hogy ez útlevél, totál, vagy csak útlevél? Nem, személy. Tehát ez konkrétan személyre lemondva, tehát füredről 27 személy ment el. Tehát, hogy most ebből konkrétan mennyi a férfi, mennyi a nő gyerek. Aha. Tehát ez már személy. Világos. Ugye ez az 1920. évi népszámlás, az azt mutatja, hogy hány személy tartózkodik egy településre. Magány, ha egyedülálló, nyilván más. Hát ez igen, ez gyakorlatilag 50 családot jelent. Ugye Tiszaszőrösről egy ember nem tért vissza, Tiszaösről egy ember, Ivarról három ember nem tért vissza. Tehát ezek gyakorlatilag népszámlálásnál a számok, hogy hányan nincsenek itthon. Tehát ez már ugye gyakorlatilag nem egy borzasztó nagy számarány. Itt ugye Saludról azért drasztikusabb adatokat láttuk például. Azt merül fel bennem, hogy ugye helytörténeti szempontból természetesen minden ember fontos, amúgy is, de úgy különösen, hogy még mindig nem reménytelen ezeknek a számoknak utána járni, és majdnem konkrétan lemondani, hogy akkor ez hogyan néz ki. De hát ez ugye egy helytörténeti kutatási feladat, mert ugye most honismereti műhelyben vagyunk, amikor felmerülhet az, hogy nyugodtan lehet folytatni, mert ugye még az is érdekes, bocsánat, hogy amikor ezek az emberek, valakik visszatérnek. Ugye a fürediek számára ismeretes a Rianka család, akik milyen szép házat építettek a Debreceni úton, illetve most a mostani nemzeti étterem és a nem tudom, mi van ott a sarkon, biztosító székház, közötti telek volt az a Rianka ház, Rianka telek. Tehát itt Füreden is voltak úgynevezett amerikás magyarok, a Debreceni úton is tudok egy szép kis házat, amit amerikás magyarok építettek, mert ezek az épületek egyébként építészeti szempontból, tehát esztétikum szempontjából is kirínak a környezet. Tehát egész más, hiszen egy másik kultúrát, egy más világot, egy más nézőpontot, meg látásmódot hozott magával az az ember, aki megjárta és az új világot és visszatért, mint ahogy rengeteg ilyen történet van, ugye nem akarok most helyetted megírni vagy elmondani a témát, de ebben rengeteg továbbfejlesztési lehetőség lenne, de inkább átadom a szót a jelenlévőknek. A másik, vagy harmadik személy, aki Mexikóba született, Gyücse Jelenér. Na, igen. Ugye most a közelmúltban avattuk a sport telepet,
Én nagyon szerettem volna, hogyha ahol a víztorony van, az az ő nevét viselte volna, mert az volt az ő portálja. Hazajövet, ugye, ő ugyan nagyon fiatalon jött haza, az édesapja, ugye, aki hazatért, még édesapám mondta, ugye, hogy nem is Józsefnek, hanem Joe bácsinak hívták, és ő nagyon kedves ember volt, és úgy hívták, hogy Joe bácsi, jó bácsi, mert a gyerekeknek mindig adott valamit. Na most Ellenér bácsi ugye a sportot nagyon szerette, és hát nagyon támogatta a csiszaküredi sportot. Ő élesztette, ugye voltak mellette mások is. De amit nagyon sajnálok tényleg, hogy ez a névtelen park, aminek azt hiszem most már van talán neve, Városliget vagy valami ilyesmi. Igen. Hát én beadtam, hogy az Lipsiai is Ellenér, illetve Ellenér park legyen, mert ott volt az ő háza, lebontották. Ott volt az ő a hatalmas virágos kertje, illetve virág telepe, amikor nem kellett Hollandiából hűtött repülőkön hozni a frissen vágott virágot, mert itt januárban is volt nála. Csak Füredjek, oda mentünk, mi is oda mentünk, kérek egy csokor virágot, ugye? Ez nagyon. Különben látva ezt a hajót engem majdnem, hogy megrendített, mert én is hajóval mentem 57-ben Amerikába, és mint fiatal katona, hogy én részt vettem az 56-os eseményekbe, és az elmúlt nagyon rövid időben elég sok helyen voltam így erről előadást tartani. Megrendített azért, mert amikor minket odavittek, magyar menekülteket, akik nem voltak azonos a mostani a migránsokkal, és felszállítottak a hajóra, ami 12 napig ment Amerikába, és felszálltunk, ott tényleg javarésze fiatal volt, ahogy mondta Rita, hogy akkor is inkább fiatalok mentek ki, és nagyon sok az egyetemekről volt, pont tegnap is beszéltünk erről Budapesten. Egyetemisták voltak, vagy frissen végzettek, vagy fiatal házasok, és amikor ez a tömeg felment a hajóra, 3000 magyar. Én azt hittem, hogy ez egy nagy szám, hogy 3000 együtt valaki aztán megszólalt a tegnapi jelenlévők között, azt mondja, az a hajó, amivel ők mentek, az 6000 magyart vitt, és 17 napig ment. Hú, mondom, akkor a miénk az express volt. Na minden esetre a megható az azért volt, mert... Kérjük, hogy... kérünk két mondat között, bocsánat, hogy menjünk. Köszönjük szépen. Mert amikor már fenn voltunk a hajón, csak azért mondom el, mert ugye ennyi a hajó elindult, a magyar himnuszt. Mindenki zokogott. Mindenki zokogott. Milyen terveid vannak ezt folytatni akarod, ezt a vizsgálódásait? Mert ugye jó sok terv van a fejedben, hogy amennyire megismertelek, tehát hogy mennyire akarsz ennek utána menni, illetve amikor jártál, keltél és kutattad ezt, hogy mennyire lehet ezt személyekre lebontani ezt lehet, a folyamatot. Tehát maradtak meg útlevélek lapok, tehát hogyha az ember mondjuk településről a településre tudná követni, tehát vannak hiányosságok, nem biztos, hogy a népsor teljes lenne, vissza tudunk menni nevekig, tehát ugye maradtak meg adatok. Érdemes lenne folytatni. Most az az igazság, hogy nekem egy izgalmasabb téma van a fejemben. Ez az 50-es éveknek a kitelepítési, nagy kitelepítési hulláma. Ugye tudjuk, hogy itt azért Pócson voltak kitelepítettek, Porosztóról is kitelepítettek, Porosztóra is betelepítettek. Na most ez engem azért kezdett egy kicsikét jobban izgatni, mert most vagyunk abban a 24. órában, amikor még talán olyan élő embereket, akik a kitelepítés részesei voltak, még személyesen meg tudunk keresni. Tehát ez a téma már mondjuk egy 5 év múlva, 10 év múlva lehet, hogy kutathatatlan lesz a kitelepítés. Ez a kivándorlás, ez 100 év múlva is remélhetőleg kutatható marad. Mondom, az útlevelek eléggé jól megmaradtak, utána lehet menni, még adott esetben személyeket is lehet tudni, hogy
Ja, onnan pedig ugye kataszteri térképeken, mekkora birtokkal rendelkezett, miként szerítette rá, tehát ezt ilyen mikrotörténeti részen egyes emberekre, meg egyes településekre le lehet bontani. Ami miatt egy kicsit most inkább ettől elkacsingatok, ez pont ez a kitelepítés, meg az, hogy az idő nagyon-nagyon sürget bennünket, hogy még azt a generációt az utolsó pillanatban elkapjuk, akinek a szülei, vagy adott esetben még ő maga volt érintett. Tehát ez egy picit így most jobban sürget. Telepetéssel értesültem, hogy 1916-ban, mikor Románia Erdélybe, a királyi román csapatok betörtek Erdélybe, igen nagy számú, több százezer menekült hagyta el az dél-erdélyi Brassó, Szepsi-Szentgyörgy környéki területeket, és ezeknek az embereknek nagy része a Tiszántúlra menekült, ám bár nem csak oda, hanem az ország egész területére szétosztotta az akkori adminisztráció, amikor a magyar kormány rájött, hogy itt egy nagy hullámmal állunk szemben. Nem tudom, Rita, te beszéltünk erről, de én a Heves megyei folyamatot akartam, annak néztem utána, és mondjuk a Heves megyei levéltárban nem tudtak az egészről semmit, mert hogy alig van forrás. Tehát körülbelül egy óráig nem akarták elhívni, hogy komolyan beszélek, amit bementem. És jó, nem azért, mert nem hitték el, hogy én Vadász István vagyok, hanem maguk a levéltárosok is meglepődtek, jó, fiatalabbak voltak, mint én vagyok, de még én is meglepődtem egy évvel ezelőtt. Debrecen környékén például, vagy Debrecenben konkrétan 3000 erdélyi menekült volt 1916. szeptemberétől, és ott Debrecenben akkor is volt a pillanat, és ott a név szerint ismertek azok az emberek, akik oda menekültek. Hajdú Nánásról ugyanúgy, tehát a hajdúságban, és nem mondom, biztos a mi vidékünkön is, mert konkrétan felmerült, hogy egy bizonyos ember ide menekült a családjával, egyébként Mester Miklósról van szó, későbbi államtitkáról, akinek felmerült, hogy esetleg emléktáblát kellene Füreden állítani, és akkor ennek kapcsán. Tehát, miért is került ez ide? Az, hogy milyen sok fordulata van a 20. századi történelemnek, és mennyi ilyen jövés-menés volt, akár csak egy évtizeden belül, vagy két-három évtizeden belül, hogy mekkora tulajdonképpen kaotikus állapotok voltak időnként a magyar történelemben, és hogy mondjuk erről mi milyen keveset tudunk még mindig. Ez nagyon jó, hogy ezt felvetetted. Én ezt akkor, akkor találkoztam ezzel a problémával, amikor ugye János tanyával foglalkoztam, az ugye a Puszta hídvégi egyházi birtok Sarudnál, és ott jött ki egy nagyon érdekes adat, hogy ugye 18 után megindulnak az Erdély területénről ugye a bevándorlás. És betelepülés Magyarországra, és nagyon érdekes, hogy ugye ekkor már a Szatmári püspökség, Szatmár-Németi a központ, Trianon után az országhatáron kívül reked, Románia része lesz. Azok, akik a megalakuló Romániából jönnek, hol kapnak menedéket? A Szatmári püspökség Heves megyei birtokán. Így például ugye a püspökségnek a Puszta hídvégi Salut mellett beszélünk, a Puszta hídvégi birtoknak a ügyintézője, birtokigazgatója, az Erdély területéről jött át, és maga a Csanádi püspökség az, aki menedéket és munkát adott neki. Tehát ugye az érdekes dolog lesz, és én is azt hittem, hogy majd Szatmár-Németébe vezetnek a szálak, és közben kiderült, hogy ebben az időszakban ugye nem volt államközi levelezés, hanem a szegedi, a Csanádi püspökség vette át a Szatmári püspökségnek a birtok igazgatását, tehát Szegeden van az összes irat. És nagyon jól lehet látni, hogy mivel ugye ott húznak egy országhatárt, ezért majd az itt rekedt püspöki birtok lesz az, aki a új Romániából menekülni kényszerülőknek a püspöki birtokon ad menedéket, kvázi munkát, családjának a letelepítése. Tehát ez mind egy egyházi birtokon keresztül történt. És nagyon érdekes volt ugye, hogy például a Vatikánon keresztül tudott levelezni a Sarudi
egyházi igazgatási központ írt a Vatikánnak egy levelet, és a Vatikán küldte ki a Romániába rekedt szakmár németinek be a gazdasági iratokat, tehát nem közvetlenül leveztek, hanem a Vatikán bonyolította, de az, hogy ugye szakmár német püspökség volt, ez a szakmárból, illetve az Erdélyből átjötteknek mind-mind automatikusan igyekezett menedéket adni. És ugye hát itt a Varga Dénes és családja is Erdélyből jöttek át, és mind-mind az egyházi birtokon jártak letelepítést. Tehát ugye egyszer annak is nagyon érdekes lenne utána nézni, hogy hány százezres vagy tízezres, én gyanítom, hogy ez nagyon nagy szám lenne, akik ugye 18 után, 20 után megindulnak az országból és megpróbálnak itt ez ugye egy befelé irányuló migráció, tehát ugye itt azért óriási népességmozgások vannak, tehát manapság itt nagyon megvagyunk ki, hogy úristen, mi lesz, hogyha nagy népességmozgás, semmi nincs újra történet, mindig is voltak, lehet, hogy nem ilyen messziről, de ezek az óriási népességmozgások, ezek mindig jellemzők voltak a történelemre. Az előadást, és azt a sokszínű munkálkodást, amit itt a környék történelmének, helytörténetének feltárásában te az utóbbi időben elkezdettél. Hát nekem nagy öröm volt, hogy ebben így támogatóként részt veszek, és hát amennyire lehetett, bekapcsolódtam. Szerintem ez a műhely, ez jó lenne, ha megmaradna ilyen műhelynek, természetesen az még jobb lenne, hogyha sokkal többen lennénk, és itt lehetne akár mai érvénnyel járó eszmecserét is folytatni. Ebben nagy örömömre szolgált, hogy te itt segítettél, itt közreműködtél, és hát azt némi restelkedéssel mondom, hogy ezért egy árva vasat nem tudunk sohasem fizetni neked, de mi tényleg nagy szeretettel látunk. Virággal szeretném megköszönni a közreműködésen, és azt külön köszönöm, hogy elbúcsúztattál. Hát akkor szerintem ezzel a rendezvényünk véget ért, a hivatalos része. Nem hivatalos része még egy kicsit tart, szót válthatunk egymással. A következő rendezvényt a jó ég tudja, egy viszont igaz, hogy de jó, hogy mondod. Bocsánat. A honismereti műhelyt még novemberben is folytatnánk, amikor a tégla kiállítás volt, már akkor beharangoztam. Körülbelül egy hónap múlva, vagy kevesebb, mint egy hónap múlva, ugye a Tisza Szent Imrei nagytiszteletűr Fodor Gusztáv azt ígérte, és kaptunk is az ígéretet, hogy egy vetítéses előadásban bemutatja a tégláit. Nagy téglagyűjtő, rengeteg bélyegjeles, monogramos téglája van, és úgy hívják ők magukat, hogy téglamániások, és ő valóban a téglamániások egyike. Van több, körülbelül 200 ilyen ember az országban, és már megfenyegettek karcagi téglamániások, hogy ők is eljönnek erre a rendezvényre nézőnek vagy hallgatónak, úgyhogy jelentem a honismereti műhely folytatja majd az adását, és ez lesz a következő novemberben valamikor. A múzeumok őszi fesztiváljának pedig lesz egy kézműves foglalkozása jövő szombaton. A honlapon ezt mindent lehet látni, meg igyekszünk e-mailen